A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ünnepelni jöttünk, hiszen november 25-e futballünnep a világ és természetesen a magyar futballszurkolók számára is, hiszen ezen a napon, 1953. november 25-én a Wembleyben a magyar aranycsapat 6-3-ra legyőzte Angliát, és ez egy csoda volt akkor is, és csoda mind a mai napig is. Vendégem pedig Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. Szervusz! Szép napot kívánok, szeretettel üdvözöllek, kérlek szépen. No, hát ez a legendás összeállítás, azt mondjuk, elmondjuk, viszont... Hát még azt hiszem, óvodában is tudják most már. Viszont azt azért tegyük hozzá, hogy ez az aranycsapat ebben az összeállításban nagyon kevésszer lépett pályára, viszont maga az aranycsapat nyilván a többi taggal együtt 1950. május 14-től a legendás szintén a Berlin világbajnoki döntőig, ami 1954. július 4-én volt, veretlen volt, tehát 4 teljes esztendőn keresztül. És utána egy kicsit előzményezzünk. Nézzük meg, hogy hogyan állt össze ez a csapat Sebes Gusztáv szövetségi kapitány. No, hát először is hogy jött össze ez a történet, tehát hogy meghívtak bennünket. 1952-ben volt Helsinki-ben az olimpia, és a legjobb 4 között játszottunk Svédországgal, az olimpiai cím védőjével. 1948-ban ők voltak az olimpiai bajnokok. És olyan fantasztikus a sikerélete a mérkőzés, 6-0-ra leléptük a regnáló olimpiai bajnokat. És ezt a mérkőzést véletlenül látta az akkori angol labdarúgószövetség elnöke, Sir Stanley Rose. És teljesen el volt ragadtatott. Ilyen focit azt mondja, még életében nem látott. És azon nyomba közölte a vezetőinkkel, hogy meg vagytok hívva. Meg ti lesztek a csapat, akiket meghívunk az angol labdarúgás 90. születésnapjára. Születésnapi rendezvényből, kifolyólag. És akkor, hát azt mondta Sebes Gusztáv, ez rendkívül szimpatikus és kedves történet, de sajnos én nem dönthetek. Ott az ország vezetői, Rákosi elvtárs, az, aki kimondja, ki fogja mondani végső szót. A lényeg a dolognak az, hogy tehát annyira jó játszottunk ott, hogy felkeltette az angoloknak az érdeklődését, ezt a meghívást közölték Rákosi elvtársal, és mit ad Isten, mit nem, azt mondta, kérem, elvtársak, önökre bízom, és akkor kérem, ez a 3 ember, úgy hívták, hogy Barcz Sándor, akkor kérem Sebes Gusztáv, és még valaki, Farkas, azt hiszem Farkas Mihály, azt mondták, kérem, majd hogy nem garantálták, hogy Rákosi elvtárs, bízzon a csapatba, nem fogunk szégyent vallani. Jó elvtársak, rendben van, induljunk akkor. Igen, Farkas Mihályról tudnunk kell, hogy akkor ő volt a honvédelmi miniszter, igen, és igen. Jószerivel valamennyi játékos a honvédban szerepelt, legalábbis hiszen igen. Kényszerből oda kellett igazolni. Lényeg a dolognak az, hogy hát hál' Istennek elfogadtuk, és kérem, akkor kitűzték a dátumot, hát egyértelmű volt, kérem, és akkor november 25-e. Na most, ugye előzmény még annyi volt, hogy hát az utolsó felkészülési mérkőzés a svédek ellen nem sikerült túlságosan jól. 2-2-t játszottunk, de ennek is volt egy oka, pontosabban komoly oka, tehát angol labdákkal próbálkoztunk, tehát a hihetetlen, érzéketlen, ilyen jó is tudja, milyen labdákat használtak, kemény, ilyen fagolyókat kérem Angliába, és azt vetették be a svédek ellen, az öcsék abszolút nem érezték a labdát. 2-2 volt, majdhogy nem kifütyülték a csapatot. Na most utána egy kicsit, elkedvetlenedtek, ezért gondolta, és ez zseniális ötlet volt kérem a Sebestől, hogy elviszi őket egy kis önbizalom szerzésre, csinál egy kanyart Párizsba, kérlek szépen Párizson keresztül, a Renault gyárra játszottak, régi munkás mozgalom idejéből volt ez a kapcsolata a Sebes Gusztávnak, ott volt számüzetére, és akkor ott 10 jó Isten tudja hány gólt rúgtak, és akkor hihetetlen népszerűek voltak ott Párizsban, és kérem, akkor hát egy kis önbizalmat tankolva,
kérem, neki kérem, Londonnak, és neki a ködös Albionnak, és akkor ugye, hát megmérkőztek az angolokkal. Tudni kell azt, hogy 1863-ban alapítatott az angol labdarúgószövetség 90. évforduló, tehát 90. születésnapjukat ünnepelték. Előtte kevéssel, kérem, játszottak az UEFA válogatottal, tehát európai labdarúgó válogatottal, majd, hogy nem, ott vették el a szüzességüket, kérem, tehát otthoni veretlenségüket, utolsó percben egyenlítettek, és 4-4 lett az angolok és az Európa válogatottnak a mérkőzése. De hát ugye, az mégiscsak döntetlen lett, és akkor jött ugye ez a csapat. Igen. Ugye tudni kell, hogy mi 3-2-5-ben mondjuk, most elmondom az összeállítás, igen. Grosics, Buzánszky, Lóránt, Antos, tehát a védelem, Bozsik, Zakariás, igen. Budai 2, Kocsis, Hudekkuti, Puskás, Cibor, de ez inkább 4-2-4 volt, igaz, hiszen Sebes Gusztáv egy újdonságot hátam. Hozott, Zakariás igen, játszott igen, úgymond igen. Beállóst, így és volt. Középpályán a Hidegkuti kapott szerepet igen, Bozsik igen, mellett, és a négy csatárunk pedig a Budai Kocsis, Puskás, Cibor. El is egy kicsit változott, tehát hogy három középpályásunk volt a Bozsik, a Hidegkuti és a Puskás. Hát ilyen nem is volt. A főkerekség legnagyobb, hogy mondjam, triumvirátusa kérem a középpályán. Jobb oldalon Bozsik, bal oldalon Puskás kérem, hát mindig is Puskás kérte el a labdát. Ha nem dobták neki, elküldte a Gyulát is a melegebb éghajlata, meg minden kapusát, Faragót, vagy akárkit. Azért tudni kell, követelte. Hogy ahogy erről beszéltünk, hogy az aranycsapat az 4 esztendő alatt összesen 4-szer játszott ebben az összeállításban. Tehát ne feledkezzünk meg Palotásról és Gellérről, aki azért mint egy ajándékként, ajándékként a Wembley-ben is 7 percre beszállt. Igen, igen, igen. Na, egy kicsit menjünk vissza a meccsre, hiszen csak sima még annyit, volt. Csak még annyit, azt nem lehetne kihagyni. Következik, képzeld, a delegációnk társas gépkocsival a hotelból, kérem, hajt be, kérlek szépen a Wembley-be, bemennek a kapunk, kérlek szépen, föltekintenek a toronyra, nem, itt nem akartak hinni a szemüknek, kérlek szépen. Horthy Miklós, vitéz nagybányai Horthy Miklósnak a zászlaja kint, kérlek szépen. Ordítottak a vezetők, a politikus, ordítottak, kérlek a rossz koncik, kérlek. Provokáció! Micsoda, ilyen provokáció! Hogy volt ez lehetség? És akkor megkérdik a Sir Stanley-ről, hogy Sir, hogy csináltátok el? Hogy volt ez lehetség? Azt mondja, sorry, I didn't tell anything. Azt mondja, sajnos nem volt más. Ezt tettük ki, kérdezni, azonnal levegy. Na, így indult el. Az első két ülésen kommunista pártvezetők ültek, Hegyi Gyula, stb. Kérlek szépen, Sebessel együtt. Kérlek szépen, hanyat dőltek majdnem ott mindjárt, kérlek szépen, dobtak egy hátast. Na minden. Elkezdődött akkor ugye a készülés. Szóval ez egy sima meccs volt. Igen. Igazából. Igen. És de most az első vereségük volt, 90 év után. Viszont most ne a gólokról beszéljünk, sokkal inkább, mert hogy méltatlanul kevés szó esik mostanában a külön a csapatról. Igen. Menjünk egy kicsit igen. Végig. Menjünk. Milyen szövetségi kapitány volt Sebes Gusztáv? Egy dolgot lehet, jó, minden edzőt, minden szövetségi kapitányt az eredményei után értékelünk. Na most az eredmények jöttek. Azt el kell mondani, hogy azért meg kell vallani, hogy torony magasan a legcsodálatosabb generáció volt ez. Igen. Hát volt olyan pillanat, volt olyan hétvége, 1953-ban három válogatottat állítottunk ki, az A, B és a C válogatott, és mind a három győzött. Történelmi tény. Tehát hihetetlen. Hát ebben a csapatban nem tudott beférni egy olyan ember, mint például Szusza Ferenc. Minden válogatottban, amit tudom én, akkor 200 országot tegyük fel, minden válogatottban a legjobb játékos lett vagy volna. Vagy Kovács Imrét is említhetjük. Hát Kovács Imrét, ahogy mondod, vagy a Gellér Sanyi, akárki. Tehát itt mondhatnák a Palotás szó, hogy... Palotás alig, de ő azért ő játszott. Palotás is. No. Grosics Gyula. Grosics Gyula. Hát a Gyula kérje. Egyedül, egyébként ő három világbajnokságon védett. 1954, 58 kérem, ugye Svédország és 62-ben csodálatosan védett az argentinok ellen, kérlek szépen, szinte ő hozta azt a mérkőzést, 0-0-ás mérkőzést. Grosics Gyula. Hát utána svétetett volna, de Gyula megbántották őt, és akkor azt mondta, azonnal visszavonul. És akkor ugye visszavonult kérem a 62-ben már jugoszlávok ellen itt
itt volt egy mérkőzés Budapesten, és akkor azt mondta, köszönni szépen, csókoltatja a vezetőségét, kérem, ő nem kíván. Szeretett volna jönni a Ferencvárosba, ezt nem engedték neki. Viszont nagyon sokat köszönhetünk neki egyik oldalról, tehát ő adta a biztonságot mindenféle. Az biztos, egyszer. Másszor kérlek szépen forradalmasította a kapus feladatokat. Egy, soha nem fordult elő annak előtte, hogy kérem, egy kapus következő, korábban a kapusok totyogtak ott a gólvonalon. A Gyula, hogy mondjam, olyan értelme forradalmasította, ő volt a ötödik hátvéd. Állandó jelleggel ott állt a 11-es pont környékén, és hogyha előre vágtak egy labdát hosszan, a Lóránt még meg se fordult, már ordított a Gyula. A Gyula meg mint a villám. Tudni kell azt, hogy a Grosics Gyula torony magasan a leggyorsabb játékos volt. 15 méteren is, meg 60 méteren is. Tehát a leggyorsabb focis, ő csatárnak készült. Mindenkinél gyorsabb volt a Cibornál, Buzánszki, mindenkinél gyorsabb volt. Fantasztikus volt. És a Gyula ebből iskolát csinált, egy, kettő, a MESZ. Tehát ő vezette be a fekete MESZ-t. Ő papnak készült, és mivel hogy nem lett pap, a reverenda színét kérem, oda bevitte a pályára, és annyira népszerű lett, hogy pár hónapon, pár éven keresztül majdnem mindenki feketébe öltözött át. Tehát Grosicsnak köszönhetően a világ egyik legjobb kapusa. Minden idők egyik legjobb. És hogy alátámasztjuk ezt, Lajoskám, alátámasztjuk ezt, hogy milyen kapuvédő volt, 1952-ben ő volt az év sportolója, nem futballistája. Abba az évben, ahol egy Paplaci volt, ahol egy Keleti Ágnes volt, ahol mindegyik olimpiai vagy, Csermák Jóska volt, kérlek szépen, ugye 16 olimpia aranyémet szereztünk, Grosics Gyula volt az év sportolója. Na most ehhez azért teljesíteni kellett valami. Nyilvánvaló. Óriásit kellett teljesíteni. És ráadásul ne feledkezzünk meg róla, hogy a későbbi pályafutása is fontos, legalábbis Székesfehérvár számára is, hiszen 45 éve annak, hogy a Volán ide került, a Volán jégkorong csapata, és igen, akkor ő volt a Volán elnöke. Igen, igen, igen. No, de most menjünk tovább. Az egyetlen vidéki a csapatban. Buzánszki Jenő. Dombovári vasutasból kérem. A Dorogi sztárváján kérem. Jó, ugye itt azért ezt azért zárójelben meg kell jegyezni, hogy a világ egyik legjobb jobb hátvédje, úgy hívták Rudas Ferenc, Ruk Ferenc, megsérült a Ferencvárosnál, Henni kapus, kérlek szépen, rávetődött a térdére, összeakadta, kérlek szépen, és utána, tehát a világ legjobb jobb hátvédje már ugyan felépült, de soha nem tudta azt a teljesítményt. Azért Jenő bácsi jó választás volt. Kitűnő focista volt, megbízható játékos volt, kérlek szépen, hozta mindig azt a szintet, a Grosics után ő volt leggyorsabb. A védelem leggyorsabb embere volt. Kitűnő focista volt, kérem, hozta mindig azt a szintet, amit elvárhatott tőle. Tehát amit egy jobb hátvédő fogta a balszésőjét, akkor szorosan kellett fogni. Akkor még nem lehetett annyit felszaladni, mint mostanában, mert voltak az építkezésben sokkal jobb játékosok. A Tibor Zoli mondta, Jenőként neked az volt a feladat, csak, hogy a legközelebbi embernek lepasszol, mi aztán majd tudjuk, mit kell csinálni. Lórán Gyula viszont ugye alapember egy futballcsapatban mindig, ez ma is így van, a középhátvéd. Óriás. Tehát ő egy szikla volt. Kérdezed, hogy milyen focista lehetett, kérlek szépen. Szervezett 40-es évek végén egy társaságot, egy csapattal diszidálni akart, kérlek szépen, és elkapták a határa, és a börtönbe vitték. És akkor lett a Sebes szövetségkapitány, Galovics Tibort váltotta, kérlek szépen, és kaptunk 5 gólt Prágába. És ő úgy gondolta, kérlek Sebes, tehát, hogy a legfontosabb pozíció a védelem tengerébe kell egy határozott ember, egy kemény ember, aki még tud focizni is. És akkor ki lehet ez? Tanácskozott a Bozsikkal és a Puskással. Az öcsi azt mondta, hogy csak egy ember lehetséges, Lóránt, hát eltársak, börtönben van, hát ilyen nem. Na jó, hát akkor, amit szokott mondani, akkor maga játszik, Guzi bácsi, két nap múlva kihozták a börtönből, kérlek szépen, és akkor játszott a Lóránt. És óriási, nagyon jó játszott. Így van. Egyik legjobb játékosunk volt a világbajnokságon. Így van, és nagy szerepe volt abban valóban, hogy ilyen jó volt ez az aranycsapat. Viszont Lantos Micsi bácsinak nem különben. Ugye róla ő is kitűnő focista volt. Kitűnő futballista volt, remek rugótechnikával. Kitűnő, mindkét lábbal. Azért, hogy mennyire jó rugótechnikája lehetett. Még az öcsi átengedte kérlek szépen a 11-eseket is, meg sokszor a szabad rugásukat is, mert mindkét lábbal kitűnően rugott. Tehát élmény számban mentek a keresztlabdáig, kérlek szépen, amit az öcsi csinált, ugyanúgy
hogy a Rantos Miska is meg tudta csinálni, 40 méterre kérlek szépen a budai futtatta, vagy a kocsis annyit kiugratta. És a szabadrugásnál mindkét lábban jól rugott. Néha elég sokszor átengedték a 20-ról 25-ről a szabadrugásokat is, mert eszméletlen jó rugó technikája volt. Tehát és akkor következzék egy legenda. Zakariás volt. Az első százszoros válogatottunk, Bozsik Cucu, aki egy zseni volt. Az eleganciája, a vezérszerepe elengedhetetlen volt az aranycsapat menetelésére. Puskás öcsi egyetlen embertől félt az öcsi, a Bozsiktól. Amikor a Cucu előre szól, öcsi, akkor az öcsi már befogta a száját, és kérem, akkor tényleg fejet hajtott, és akkor legyen úgy cucukám, és akkor nagy barátok voltak, de egy zseni volt, fantasztikus rugótechnikával. Elől kérek szépen, hogy mondjam, mesteri módon szervezte a támadásokat, kérek szépen, ott írt a befejezésed is, hát lehet látni Londonban is, hogy micsoda fantasztikus gólt lőtt. De elég gyakran ott szerepelt a góllövők között, mutatja azt, kérek szépen, hogy fantasztikus rugótechnikája volt, és ragyogó helyzet felismerése is. Ráadásul ő is három világbajnokságon képviselhette a nemzeti színeket. Olyan harmadikon már nem nagyon volt, nem de 54-58-ban ott volt, sőt, gólt is rúgott. Mindegyiken. No, más megérkeztünk egy szürke eminenciáshoz. Ő volt az, igen. Mondjuk Zakariás. Kettő volt, a Zakariás és a Budai Laci. Így de van, azért, de most a Zakariásnál tartunk, igen. Aki középpályásként írtuk, de inkább beálló szerepkörben játszott. Én azt gondolom, hogy az ellenfél legveszélyesebb játékosát mindig kikapcsolta. Igen, tehát őt tették az ellenfél leggólerősebb játékosára, a legjobb játékosára, mert általában centerek voltak azok, és akkor az ő feladata volt, azt kérem, hogy hát lefogja is tényleg, semlegesítse, kitűnően csinálta meg. Egyetlen dolog volt, ugye hát ő veszélyt nem jelent, abban az időben nem volt szokás az, hogy onnan előre menni, meg jobbra-balra, hogy mondjam, ott csalinkázni elő. Azt a feladatot, amit rábíztak, ragyogott, tehát, hogy mondjam, kitűnően teljesítette, ragyogóan fogott ember, az volt a feladata. És akkor kérem, semlegesítette a legveszélyesebb, mit tudom, és akkor jön egy másik szürke eminenciás. Én Budai Kettő Laci bácsival nagyon sokat találkoztam, hiszen Szentendrén a Kossuth Kelfesében nála voltam katona. No, kérem. Ő volt bravo, akkor a vezetőedző, és nagyon sokat mesélt nekünk, és ő is a szürke eminenciások közé tartozott, hiszen egy olyan csatársorban, ahol ott van Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor, de ennek ellenére viszont a szélső játék és a beadásai az fantasztikus volt. Hát a Hofi, amit mondott kérem, ugye Budainak, hát Kocsis Sanyi fantasztikusan tudta foglalkoztatni. Tehát ollozva indította, sarokkal indította, Oxforddal indította, aztán látványosan elindította, és akkor a Budai Lacinak az volt a feladata, hogy lefusson az alapvonali, és akkor meg volt azna beszélve, nem is kellett felnézni, tudta, hogy a Kocsis Sanyi hova kérje a labdát. És akkor, amit a Hofi mondott, Sanyi ráállított az orrá, igen, most kell ugranom, érkezni fog a labda, harmadik emeletről kérlek szépen Sanyi körülnézett, és oda pattintotta le, oda fejelte le a labdát, ahol éppen nem állt a kapus. Tehát meg is érkeztünk hozzá. Igen. Én azt gondolom, hogy a fejelés az akkori időszakokban csak a védelemben volt fontos. Holott Kocsis Sándor megmutatta nekünk, és valóban olyan emelkedése volt, hogy az hihetetlen ilyen a mai ilyen korban. Nincs is. Tehát és ez bizonyította ugye később Barcelonában is, ott már mindenhol, Cibor volt. Mindenhol, hát egy pillanat. Kocsis Sándornál, hogyha hát egy isten adta. Tehát sokan, millióan mondták, Lajoskám, a Sanyi jobb volt, mint a Schwab. Jobb volt, mint a Puskás. Gyerekek, ne hegyezzük erre a történetet. Nem Kocsis vagy a Puskás helyett, Kocsis és Puskás mondjuk. Mind a kettő fantasztikus volt. Három embert mondanak, hogy ez a három játékos volt tulajdonképpen az aranycsapat motorja, tehát a legjobbja, a Kocsis, Puskás és a Bozsik hátuk mögött. Tehát egy fantasztikus triumvirátus volt. Kocsis Sándor 68 válogatott mérkőzésből. 1956, ugye? Akkor, tehát ugye 29-es születésű, 27 éves volt. 27 éves volt, 68 válogatott mérkőzésben 75 gólt ugott. Ilyen statisztika nincs. Igen. Se Ronaldo, se Messi, a közelében nem jöhet.
Így van. És akkor, de milyen gólok? Nem az, hogy a pupjáról, vagy a sarkáló pattant be, hanem ólózva 25 méterről. Ólózva 25 méterről, kapásból, kicselezett mindenkit, begurította a gólvonalról. Mindkét lába jól lőtt. És ne felejtjük el az 54-es VB-n az ő két gólja nagyon kellett Uruguayra. Azzal jutottunk be, döntöttem Uruguayt a hosszabbításba. Puskás nélkül, kérem. Igen. És az volt az a mérkőzés, amit a nemzetközi újságíró világ, kérem, minden idők legnagyszerűbb, legmagasabb színvonalú mérkőzésnek titulált. Tehát Magyarország, Uruguay. Uruguay 150 ezer néző előtt, kérem, Brazíliában 4 éve korábban legyőzte Brazíliát, kérem. És azok jöttek át ide, Siofinov féle csapata, fantasztikus csapatuk volt, igen. És ezeket Kocsis vezérletével a második félidőben ugye 4-2 legyőzt, pontosabban a hosszabbításnál 4-2 legyőztük Kocsis Sándor két fejes góljával. És ezt a nemzetközi újságíró világ, kérem, minden idők legszimulasabb, legjobb mérkőzésnek tartja. Így van. És ha visszatérünk Kocsis most Sándor volt a főszereplő. Most az évszázad mérkőzéséhez, ugye ne felejtjük Hidekuti Nándort. Hiszen a győzelem fő részese. Így van, a triplázás az sokat jelentett. És ráadásul az a szerepkör, amit ő játszott annak idején. Forradalmasította az is a magát a labdarúgást. Tehát visszavont, tehát hogy mondjam, őt akkor a harmadik középpályásnak visszahozták, tehát a Bozsik, Hidekuti és a Puskás középpályásról volt akkor. Hát ez egy fantasztikus húzása volt a Sebesnek, a középhátvéd nem tudta, hogy mit csinál, nem mert vele menni, nem merte őt követni, Hidekuti állandó jelge szabadon vette át a labdát, és lendületből rávitte a kapura, kérem, 3 gólt rúgott. Fantasztikus volt a Nándi. És a Nándi is, azt kell, hogy mondjuk, kérem, nem csak ott, azon a mérkőzésen, hanem rendszeresen ott volt a góllövők között. És a másik, tehát a többi poszton is, ő volt, játszott jobb szélsőt, játszott bal szélsőt, míg nem kialakult ez a hátravont középcsatár szerepköre, ami aztán tényleg a világ legjobbja volt. És itt van nekünk a világ. Valaha volt egyik legjobb, a Puskás öcsi. Itt a Pancsó, hát ilyen komolyan mondom, amit a Billy Wright mondott, azt mondja, fogta, Billy Wright, ő fogta, az angoloknak a legjobb focistája volt. Ő fogta, kérem, a Puskást, és azt mondták, hogy Puskás meg se tud mozdulni mellette, tehát ő nyilatkozta azt, hogy ő számtalan, az összes nagyágyúval találkozott hosszú pályafutása során, Puskást egyik se, meg se közelíti. Ilyen játék tudással ugyancsak egy lába volt, de azzal egy bal lábával veszélyesebb volt, mint az összes többi együtt. Tehát Billy Wright nyilatkozta róla. Ő vele csinálta meg azt a szituációt, hogyha visszaemlékszünk, amit minden hónapban mutat a televízió, Cibor a jobb szélen elfutott, a jobb szélen bal széső, elfutott, bepasszolt a középre, hát jobb lábára jött a labda az öcsinek, hát jobb lábára nem tudtam megdugni, hanem rálépett bal lábára, visszahúzta a labdát, minden következtében Billy Wright kicsúszott fenékkel, kérlek szépen a maratoni kapun, és ugyanaz a mozdulat a rövid sarokba bebombáztát. Ilyen gólt nem láttak akkor. Igen. A televízió akkor már mindenütt közvetítette el Nyugat-Európában. Ez csak nálunk nem volt. Németországban már 1936-ban az olimpiát televízió közvetítette. A Ködös Albionban is, meg Franciaország Spanyolországban láthatták a Puskásnak, ez gondolják egyenesbe. No, öcsi bácsi csoda volt, és csoda volt Kocsissal együtt, ezt később Cibor is bizonyította Cibor Zoltán. Ó, Istenem! A bolond rongylábú, bárhogy nevezhetjük, mindenki balszélső. Kicselezett, mindenki magát is. Nem lehet tudni, hogy mi jön. Soha nem tudták, hogy mi jön. Még valamit is. Hihetetlen gólerőséggel párosult ez a történet. Olyan értem, utána lehet nézni, kérlek szépen, kitűnő versenyző volt, amikor a legizgalmasabb meccs volt, amikor a legnagyobb volt a tét, olimpia döntőbe gólt rúgott, világbajnoki döntőbe gólt rúgott. Akkor Barcelonába, kérlek szépen, amikor játszottak a megdöntőt a Benficába, ott is gólt rúgott. Jobb összekötő helyéről, jobb lábbal. No. Fantasztikus, a zseni. Szintén, csak annyit még azért állapítsunk meg, hogy az 1954-es világbajnokságot ugyan nem mi nyertük meg, de az All-Star csapatba, tehát a világ legjobb csapatába, kérem, a magyar csapatból 6 játékos játszott. A Grosics, a Bozsik, a Kocsis, a Hidekuti, a Puskás és a Cibor. Így van. Tehát ez volt. Ugyan a Németország nyerte meg, de Magyarország volt a legjobb csapat. És 6 bent volt a All-Star csapat. Tehát ez 54-ig tartott ez az aranycsapat. Én azt gondolom, hogy így, hogy most röviden összefoglaltuk. Csak még egy dolgot, megengedsz. Utána volt egy fantasztikus fogadás, kérlek szépen, a parlamentben. Rákosi elvtárs fogadta, meg Farkas elvtárs fogadta az évszázad mérkőzése hőseit, kérlek szépen, és akkor Rákosinak jó kedve volt, oda ment a Lórándhoz, és akkor mondja, Lórándkám,
Azt mondja, megmondom magának őszintén, akkor voltam a legnyugodtabb, mert akkor vagyok a legnyugodtabb, ha magánál van adda. Magánál van a labda, maga egy remek futballista. Csak ne lenne maga ilyen istentelen reakciós. Szóval Rákosi elvtárs. Ez úgy van, hogy háború előtt azt mondja, maguk voltak ellenzékben, most meg mi vagyunk. Most meg megszólalt a Farkas Mihály, Lóránt, akkorát a sörgetben rúgok, hogy kirepülsz a béketáborból. Megszólalt Rákosi, mondom, hogy jó kedve volt, azt mondja, Farkas elvtárs, még azt hiányozna, hogy kirepüljön innen. Hát 5 évvel ezelőtt már majdnem kirepült, onnan hoztuk vissza a határon. Megjavítjuk Lóránt elvtársat, majd akkor befogálni a sorba, és akkor kérek szépen. Jó kis elvtárs lesz. Ez zárszónak jó volt. Én azt gondolom, hogy ezek a csodatörténetek megerősítik, hogy az aranycsapatra emlékeznünk kell, és én ezt javaslom a kedves sportkedvelőknek is, hogy gondoljanak át, ahogy Külajostól már tudjuk, most már látható ez a mérkőzés, és érdemes megnézni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, minden jót. Köszönjük szépen, köszi szépen. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.